Beszélgettem még régebben veletek, hogy megkeresett egy oldal, hogy mi lenne akkor, hogyha bemutatnám a cuccát. Hát gondoltam, hogy igazából megkérdezem, mondtam nekik, hogy megkérdezlek benneteket, ha titeket érdekel, akkor igazából meg tudjuk csinálni. Megkérdeztelek benneteket, legalábbis aki ott volt azon a streamen, relatív sokan is voltunk, úgyhogy azt mondtátok, hogy nézzük meg mindenféleképpen, mert érdekel benneteket. Én meg akkor elhoztam most nektek. A Jemlit oldalán leszünk, a Jemlitet fogjuk megnézni. Akit érdekel, felkiáltója Jemlit, saját felelősségre. Jó, tehát én két dolgot tudok tenni. Tehát, hogy van egy alapvető probléma, ami azért nem ártott, hogy tudtok. Tehát nagyon sok ilyen oldal van, amik úgy alapvetően egyébként, mondjuk nem hiszem, hogy a Jemlit egyébként közé tartozik, mert anno én a Jemlittel talán egyszer még dolgoztam együtt, és ez teljes mértékben rendben volt. Tehát nem voltak boostolt streamer accountok, nem volt semmi ilyen probléma. De alapesetben azt tudnotok kell, hogy ezeknél a nyitogatós oldalaknál elő szokott az fordulni, a streamer tudta, vagy éppenséggel tudta nélkül, ez csak azért mondom el, hogy tiszta legyen a sztori, és lássátok teljes egészében az egészet, mert szerintem ez így korrekt. Szóval a lényeg az, hogy elő szokott az fordulni, hogy boostolják a streamer accountot, ezáltal te gyakorlatilag azt látod, hogy sokkal milyen jókat nyit a streamer, és akkor te is biztos, hogy ilyen jókat fogsz nyitogatni. Na most, ha az én accountom az nagyon gyorsan ki fog terülni, hogy ez az vagy nem, ha az, akkor instant le fogom csukni a streamet, és nem foglalkozunk ezzel tovább, ha meg nem, akkor meg eljátszunk vele. Jó? Úgyhogy akkor induljunk el fele, aztán pörgessük meg azt a szekeret. Nagyon fontos, hogy sajnálatos módon, mivel ez egy marketing tartalmú videó, ezért az ég adta világon semmit nem fogok megtartani belőle. Jó? Tehát nekem ebből gyakorlatilag termék gyanánt semmim nincsen. Tulajdonképpen. Ha megnézzük értelem, hogy mit lehet itt csinálni. Ugye itt van a feltöltéses téma. Itt tudjátok feltölteni a cuccost. Ilyen gyémántokat kell feltölteni, top öpánt, stb. Next, izé, bla bla bla, megmondod, hogy mit szeretnél, stb. Ez az amaz. Lehet ilyen 10 darab gyémántot itt szerezni vele, hogyha meghívod a barátodat, akkor és depozitol 25 font, szerintem ez fonta, akkor kapsz 10 darab ilyen gyémántot, amit te el tudsz nyitogatni. Tehát, hogyha akarjátok, akkor meg tudjátok egymással is osztogatni a cuccot. Én azért nem osztom ezt meg, mert ne az enyémével, vagy mit tudom én, hanem akartok, akkor ezzel tudtok még mókolni, hogy odaadjátok másnak, és akkor lesz belőle egy gyémántotok, és azt pedig ki tudjátok nyitni majd a ládáknál. Choose one the boxes. Jó, itt választanunk kell. Na, legyen ez. Cut. Na, csak megoldottuk. You have won 2-pack ultra heavy dati basketball net replacement. Wow. Na. Hanyadikra nyitottuk? Volt benne egy mini, volt benne ez, meg volt benne egy... Ez mennyit ér? Hanyadikra nyitottuk ki ezt? 20-ra körülbelül? Hát nagyjából most vagyunk ott, amit eddig beleöltünk körülbelül. Fixa 2, jó, legyen a 2, de ha nem lesz benne semmi, akkor nagyon mérges leszek csend. 400 valamennyit költöttünk rá. 2-es? Nem a szás! No! Chat, ennél kurvára jobbat mondjatok. Mondjuk a happy finish-el van? Na, melyik legyen? De most, ha megint masszást mondtok, hallod, akkor elsírom magam. Már megint a közé... Nem. A 4-es? Nem tudok rákattintani a 4-esre. Én azért mondanám megint a 2-est, mert az meg... Kétszer csak nem jutod olyan oda, amelyik kő, nem? Legyen? Jó, legyen a 2-es. Légy szíves, nem masszázs. Nem masszázs. Nem masszázs, nem masszázs. Medencié! Na, egyébként nekünk ez kellett, chat. Tehát, hogy nekünk konkrétan egy ilyen inflatable-ös spa szerkezet kellene ide.
Ide. Igen. Ezzel most annyi. Ú, mondjuk itt is jól elbasztuk. Tehát konkrétan a legszarabbat nyitottuk itt is. Na? Nincs nekem ezzel szerencsém. Na, adjál már valamit. Na, egy nagyot. Durrancs be. Na! Hé, mi ez? Jackpot, iPhone 11 Yellow, az mennyit ér? Hé, hát, 722. Jó, egyébként nem rossz, mert legalább valami profit. Na, ment egy 20 pontos, jó? Hát, azért ez big risk. Nyissunk egy párat, hát, ha kettesen kellett volna maradni. Az mi ez? Trambulin. Hát, ez bukó volt. Milyen jó kis trambulin. Na várja, várja, nem, most az egyest nyitjuk. Abba lesz a nagy, figyeld, ott a big. Mondom én. Ott volt a masszázs benne. Á, hát igen, hát a Rolexet azt nyilván nem. Azt nyilván nem. Na, chat, szerintem nagyjából ennyi, nem akarom én ezt túlspirázni igazából, akit érdekel, az úgyis megnézi, akit nem, meg nem. Még egyszer nagyon-nagyon fontos, hogy, tehát, hogy saját felelősségre nyitogassátok ezeket. Én nem tudok ezért felelősséget várni, és nem is akarok érte. Mindenki saját magának gondolja, hogy meg akarja nézni, nem akarja megnézni, én megnéztem, hát nekem annyira, egyébként nem rossz, de ez nem az én világom, őszintén szólva. Rá lehet próbálni, hogyha valakinek kell belőle valami, akkor meg lehet nézni, de mondom, az életeteket egyrészt ne rakjátok föl. Ami mondjuk pozitívum az összes ilyen oldalhoz képest, hogy jelen, mint az viszonylag régi oldal, tehát több éve megy már, tehát relatív megbízható. Hát a streamer account az nem volt fölboostolva, az egy nagyon nagy pozitívum, tehát nem volt az, hogy mi tableteket, meg Xboxokat, meg autókat nyitogattunk non-stop. Szerintem egyébként teljesen reális volt az a nyitogatási mennyiség, amit mi nyitogattunk, hát le is mentünk. Ebből a szempontból rendben van. Rátok van bízva, hogy mit csináltok vele. Ennyi. Ha valakit érdekel, ott az oldal, bele van építve a kedvezmény, meg tudjátok nézni. Ha meg nem, akkor meg tovább léptek róla, aztán ennyi. Nagyon szépen köszi a figyelmet, nagyon szépen köszi, hogy velem tartottatok. Elmegyek, aztán alszok egyet.